második perc a mérkőzésen. Rósa rúgja előre a labdát, Mészáros. Egy jó csel befelé, Mészáros lövi el, nagy bravúr! Molnár Leventének már is védeni valója akadt. Mészáros szép megmozdulását követően. Sovumi elindul befelé Baumgartner mellett, Rósa Henrik azonnal tovább, Böjte lép ki. Sovumi viszont visszaszerzi a labdát, Rósa Henrik elhúz Gőg mellett, Tököli. Jó a csel, Tököli lövi el. Nem sokkal került el a felső sarkot a labda. Lengyel. Tököli, mellette Bajusz. Most már mögötte van Bajusz. Lengyel. Tököli felé, Tököli. És Bajusz emeli ki végül a labdát az alapvonalon túlra. Ez bizony veszélyes lehetőség volt. Lengyel jól emelt középre. És Tököli kis hiány gólt szerzett. Hát Sovumi. És pedig Bajusz szúrt közbe, Lengyel. Rósa Dénes eléri még, szép emelés, de ki húzzák a gólvonalról. Böjte futotta be a labdát, és hatalmas bravúrral mentett. Lengyel kitűnően vette észre Rósa Dénest a jobb szélen, aki át is emelt Molnár Levente fölött. Böjte azonban megakadályozta, hogy a hazai csapat vezetés szerezzen. Itt is egy rossz átadás. Jekül. Tököli most viszonylag tisztán fordulhatott meg Bognár a nyomában. Tököli jó csel. Gól! Tököli Attila megvillan, és a 42. percben vezet a hazai csapat. Eddig is többet támadott a Dunafer. Tökölinek azonban nem sok lehetősége volt. Nem sok levegőt hagytak neki eddig a győriek. Most egy ügyes csel után bomba erősen lőtt a sarokba. Köszönjük Attila! Bravo!